A magyar kormány nagyon nehéz helyzetben van a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalásában, és ahhoz, hogy a magyar kormánynak pénze legyen arra, hogy azokat a hátrányokat és behozhatatlan előnyöket elindítsa, ahhoz pénzre van szüksége. Azért kezdeményezi a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal társadalombiztosításra vonatkozó egyezményének a magyar jogrendbe való beillesztését, hogy hivatkozása lehessen nem csak a kormánynak, hanem a civil társadalomnak is arra, hogy igénybe vegye a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal segítségét. Ugyanis azt mondhatnák erre, hogy az Európai Szociális Charta csak nem ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal egyezménye, de csak akkor tudjuk a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal szakértői segítségét igénybe venni, ha elfogadjuk ezt az egyezményt és a magyar jogrend részévé tesszük. Azért indítok innen, mert a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal rendelhet a kormánytól, és figyelemmel a magyar elnökségre, amely 2011. január 1-én kezdődik, és arra is, hogy ez az Európai Unióban az önkéntesség éve lesz, felajánlhatjuk mi a segítségünket, mint szervezett civilek, de ezekhez a programokhoz kézzelfogható pénzre van szükség. Ezt pedig a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal úgy gondolja megkeresni, hogyha egyértelművé válik, amiről Kis József beszélt, hogy Magyarországon a kötelező magánnyugdíj pénztárak nemhogy hoznak, hanem elvisznek, és ezt mi már tudjuk 2005 óta, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Európai Regionális Jelentésében ez benne van, 2005-ben jelent meg, hogy hiba volt kényszeríteni a volt szocialista országokat a társadalombiztosítási rendszereik privatizációjára, mert ezzel elvették a nemzeti kormányok elől a fejlesztési és beruházási pénzeket. Az első lépés az, hogy a magyar kormány, ha ratifikálja, majd beterjeszti az országgyűlés elé ezt az egyezményt, megteremtődik az a közjogi helyzet, hogy a kötelező magánnyugdíj pénztári törvényt felülvizsgálva konkrétan készpénzt és pénzalapokat tudjon teremteni azokhoz a beruházásokhoz, amelyekre pedig elengedhetetlenül szükségünk van a leszakadt rétegek felemelkedésének elősegítésére. Az Európai Unióban ebben az évben a szegénység évéről beszélünk, és a magyar lakosság nagy részét elementárisan érinti, és az egész Európai Unión belül különösen hátrányban vannak a roma kisebbséghez tartozók. A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal szakértői, mi úgy gondoltuk, hogy a roma és a fehér leszakadt szegényebb vagy mély szegénységben élő rétegek egységes bánásmódban részesülnek, hiszen ez is már a lelki megújulás része, ez is már az integrációnak az elősegítése, hogy a hátrányos helyzetőket nem kezeljük külön-külön csoportba, és egységes szakpolitikákkal és egységes új koordinált együttműködéssel kívánjuk a felemelkedésüket segíteni. Az új, a soros elnökséghez szeretnénk a siker esélyét megadni a kormánynak. Ezért nem csak a hazai, hanem az Európai Unión belüli és nemzetközi szinten gondolkoztunk abban, hogy hogyan lehet ezt a koordinált, felemelkedést segítő szakmai programokat megvalósítani, és ehhez a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felajánlja a segítségét, mint ahogy említettem, az önkéntesség évének a megkezdésére is figyelemmel. Ennek pedig az alapja a részvételi demokráciának a gyakorlása minden európai polgár számára.